rövid bemutatkozással hadd kezdjem. Tudóci László vagyok, a Nemzeti Gazdasági Minisztérium versenyképességért felelős helyettes államtitkára, most már lassan 2 hónapja, és ebben a minőségemben én foglalkozom a Nemzeti Gazdasági Minisztériumon belül a vállalkozói, általában a versenyképességgel, és azon belül a vállalkozói adminisztrív terhek csökkentésével összefüggő feladatok koordinálásával. Nagyon röviden, és csatlakozva államtitkár úr, elnök úrnak a felvezetőjéhez, mondanék néhány mondatot az erre irányuló kormányzati intézkedéseknek, illetve konkrétan az egyszerű államprogramnak az előzményeiről. Előjáróban azt szükséges leszögezni, amivel ugyan senki nem vitatkozik, de érdemes egyértelműsíteni, hogy óriási problémáról beszélünk. Tehát a vállalkozói adminisztrív terhek szintje Magyarországon kiugróan magas. Objektív kritériumok alapján és a vállalkozóknak az érzékelése alapján, mindenféle összehasonlítás szerint, én csak 2 adatot említenék, ami ezt illusztrálja. Az egyik, hogy igazából kemény statisztikai adatok is alátámasztják ezt a megállapítást, hogy Magyarországon a vállalkozók mindenféle adminisztrációra fordított költségei a GDP több mint 10%-át érik el. Ugye rövid felszámolással kijelentődik 3000 milliárd forint körüli összeg, ami brutálisan magas szám. Miközben az Európai Uniónak az átlagában ugyanez az arány nem 10%, hanem csak 3-4-5%. Beleértve a közép-európai országokat is, akiket mondjuk a leggyakrabban szoktunk magunkhoz hasonlítani. Tehát teljesen egyértelmű, hogy óriási hátrányban vagyunk. És ezt a vállalkozók is nagyon jól érzik, és nagyon fontos problémának tartják. Ennek az illusztrálására csak a Világgazdasági Fórum versenyképességi rangsorának az egyik indikátorát jelezném. Ez az indikátor arra vonatkozóan megkérdez több száz vállalatvezetőt arról, hogy az állami szabályozás milyen terheket ró a vállalkozói szektorra. Engedélyezések, adatközlések, bármilyen más állami eljárások, hatósági eljárások. És ez alapján rendezik sorba a vizsgált összesen 144 országot, hogy hol, mennyire a vállalkozó barát az állami szabályozás. Most Magyarország a vizsgált 144 ország közül a 138. helyen áll. Ugye nem tudom, hogy hányan vagyunk, akik föl tudnának sorolni 137 országot, akik mind előttünk vannak, talán kevesen, de lényeg a lényeg, hogy nagyon fontos, hogy a vállalkozók ezt nagyon kritikus problémának érzékelik. Objektív kritérium alapján és véleményfelmérések alapján is teljesen egyértelmű, hogy itt cselekvési kényszer van. Pontosan ebből indult ki a kormányzat akkor, amikor meghirdette az egyszerű állam programot. A programot még nem teljesen 1 évvel ezelőtt, 2011. novemberében fogadta el a kormány, egyébként a 14.05-ben 2012-es kormányhatározat keretében. Azt lehet mondani a programra, hogy miközben a bürokrácia csökkentés, versenyképesség javítása igazából mindig is a mindenkori kormányzatoknak a kommunikációjában előkelő helyen szerepelt. Voltak éppen struktúrált, átfogó, nagy jelentőségű, és akkor kockáztasson meg előre, hogy átütő vagy átütőnek ígérkező egységes kormányzati beavatkozásra a korábbi években, évtizedekben nem került sor. Tehát ez volt az első olyan program, ami deklaráltan azt a célt tűzte ki zászlajára, hogy ezzel a problémával úgy rendszer szinten és annak a teljes egészében kezdjen valamit. Hozzá kell tenni azt, hogy a program kidolgozása is rendkívül nehéz volt már, és nem tudtuk volna kidolgozni a programot, hogyha a vállalkozói szektor ebben nem játszott volna aktív szerepet. Arra emlékeztetek csak, és itt nyugodtan mondtam, hogy emlékeztetek, mert a budapesti kereskedelmi és iparkamara is aktív szerepet játszott ebben a munkában, hogy a program kidolgozásával párhuzamosan felállítottunk egy magas szintű munkacsoportot, adminisztráció csökkentő munkacsoport, ilyen fantáziatus nevet adtunk neki, amelyet a Gazdasági Minisztérium parlament és gazdasági stratégiát felelős államtitkára elnökölt, Séfa vagy államtitkár úr, társelnöke volt a KIM, illetékes államvezetője, és gyakorlatilag az összes releváns
vállalkozó érdekszervezet képviseltetett volt benne, továbbra az összes tárca is szakértő, illetve vezetői szinten. Ez a munkacsoport volt az, amelyikkel folyamatosan egyeztetve gyakorlatilag kidolgoztuk a programnak az intézkedéseit, illetve az egészét. Maga a munkacsoport a programnak az intézkedéseit, ha jól emlékszem, akkor 2001. augusztusában fogadta el, és utána a hátralévő két hónap volt az a kormányzati döntésnek az előkészítése. A másik fontos eleme a vállalkozói konzultációknak pedig az volt, amikor még egy szinttel mélyebbre fúrtunk, és nem a érdekképviseleti szervekkel konzultáltunk csak, hanem hirdettünk egy országos vállalkozói konzultációt, ez az egyszerű állam konzultáció volt 2011 nyarán, amikor egyrészt üzemeltettünk, egyébként azóta is üzemeltetünk egy elektronikus online információs felületet, ahol a vállalkozóknak névvel vagy anélkül de lehetőségük volt mindenféle kritikát, észrevételt, javaslatot, ötletet megfogalmazni. Másrészt pedig személyesen is konzultáltunk a vállalkozókkal. Jól emlékszem, országszerte több mint 30 konzultációra, illetve azokhoz kapcsolódó különböző szakmai workshopokra került sor. Budapesten is több ilyen rendezvény volt, és az összes megyeszékhelyen és még más nagyobb településeken is. Ebből is következik, tehát abból, hogy a vállalkozói szervezetek, illetve a vállalkozók valamilyen szinten magukénak érezhették ezt a programot, hiszen közösen csináltuk, hogy amikor a kormány elfogadta ezt a programot tavaly novemberben, hát a vállalkozói szektor részéről hát elsőprő egyrészt lehet, hogy túlzok, lelkesedés, másrészt viszont nagyon magas várakozások is kapcsolódtak a programhoz, tehát az a katartikus pillanat jött el, hogy akkor végre valami történik, és akkor már alig várjuk a programnak az eredményeit. Ez persze, hogy ugyan magasra tette a lécet. Itt álltunk tehát 2011. novemberében, amikor a kormány elfogadta a programot, és akkor innentől kezdődik az igazi nehézség, ugye a programnak a végrehajtása. A végrehajtás menetéről, az első tapasztalatairól annyit mondanék, és ebben teljes mértékben megerősítem államtitkár urat, elnök urat azt, amit elmondott a felvezetőjében, hogy amikor készítettük a programot, akkor azt gondoltuk, hogy milyen nehéz egy ilyen nagy programot összeállítani, és nagyon örültünk, hogy sikerült kidolgozni és elfogadtatni a kormányon ezt a programot. És amikor elkezdődött a végrehajtási folyamat, akkor rájöttünk, hogy a programnak a kidolgozása semmi nem volt ahhoz képest, hogy milyen nehéz végrehajtani. És ez nem túlzás. A végrehajtás ugyanis több szempontból is nagyon nehéz. Az egyik legnagyobb nehézségét az adja, hogy a 114 intézkedésért sok tárca felel. Egyik intézkedésért ez a tárca, másik intézkedésért az a tárca, a harmadik intézkedésért mondjuk nem egy tárca, hanem két tárca, és az egyik a másikra van ráutalva. Tehát nagyon komplex felelősségi köre van ezeknek az intézkedéseknek, és ahhoz, hogy a tárcák egyforma lelkesedéssel, egyforma odaadással és elkötelezettséggel hajtsák végre ezeket az intézkedéseket, nagyon szigorú odafigyelés, irányítás, monitoring, koordináció szükséges, ami hát egy 114 intézkedéses akcióterv esetében azért nem könnyű. A másik nehézségét a végrehajtásnak az adja, hogy az egyértelmű kormányzati eltökéltség ellenére ugye az állami igazgatásnak az apparátusi szintjén, hogy úgy mondjam, tehát még nem mindenkit vitatott át teljes körülön a bürokrácia csökkentésnek a szellemisége. Egy bürokratát nehéz néha rávenni arra, hogy a bürokráciát csökkentse, ez kicsit sajtotott megfogalmazás, de értik, hogy mire gondolunk. Íróasztal mögött ülve nehéz kitalálni egyébként, hogy hogyan lehet jól csökkenteni az otthoni terheket, illetve a bürokráciát, és bizony kritikusan, nem kritikusan meg kell állapítani, hogy azért az állami igazgatásban ezt még nem mindenki érti, nem minden íróasztal mögött magától értetődő az, hogy mondjuk egy bármilyen jellegű gazdaságpolitikai problémára nem feltétlenül az a legegyszerűbb, és nem feltétlenül az a legjobb megoldás, hogyha hozunk egy jogszabályt, és akkor megtiltjuk. Vagy megnehezítjük, vagy ellenőrzünk, jobban ellenőrizzük, vagy több adatot kérünk volna, stb. Tehát ott szemléletbeli nehézségek is, hogy mondjam, lassítják a végrehajtást. Végül pedig, és ez az utóbbi is összefügg, nagyon komoly nehézséget jelent az, hogy az intézkedések
végrehajtása nagyon sokszor nem triviális megoldásokat igényel, tehát nem olyan egyszerű általában, hogy van egy törvény, vagy egy jogszabály, és a jogszabályból egy paragrafus kihúzunk, és akkor rögtön meg van oldva. Van, ami jogalkotással helyre lehet hozni, de nagyon sokszor nem csak, vagy nem elsősorban a jogszabályi környezet alakításával lehet ezeket az intézkedéseket, vagy végrehajtani a célokat elérni, hanem a hatósági működési gyakorlat megváltoztatásával. Tehát hiába változtatunk a jogszabályon, akkor, hogyha a hatóságban ugyanaz az ügyintéző, ugyanazokkal az éves-évtizedes berögződésekkel hajtja végre a feladatait. Tehát itt nagyon fontos, hogy jogalkotáson kívül szemléletbeli, működési gyakorlatbeli változásokat is el kell érni, ami sokkal nehezebb, mint meghozni egy új törvényt, vagy elfogadni egy miniszteri vagy egy kormány rendeletet. Hát ennyit mondtam általánosabban nehézségekről, amit szerintem felesleges is tovább ragozni. A lényeg az, hogy a végrehajtásnak az első tapasztalatairól a kormány számára készítettünk tavasszal egy tájékoztatót, és a tájékoztató alapján a kormány úgy döntött, hogy egyrészt megerősítette a programot, továbbra is fontosnak tartva annak szellemiségét és konkrét tartalmát is. Másrészt pedig úgy döntött, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak a vezetésével létrehoz egy magas szintű tárcaközi bizottságot, amely a felelős a program végrehajtásának az irányításáért, monitoringjáért, koordinálásáért. Ez a munkacsoport a Magyari Zoltán egyszerűsítési munkacsoport nevet viseli, május végén állt föl, Navracsis Tibor miniszterelnök helyettes elnökré, és az összes tárca, talán a honvédelmi tárca kivételével, meg esetleg a külügyminisztérium kivételével, akik ugye ebben a feladatban nem annyira érintettek. Tehát az összes érintett tárca magas államtitkári és vagy helyettes államtitkári szinten vannak ebben a munkacsoportban képviselve. A munkacsoport hetente ülésezik, és a feladata alapvetően az intézkedések végrehajtásának a monitoringja, folyamatos jogon követése, szükség szerint a számon kérése, tehát folyamatosan értékeljük az egyes intézkedések végrehajtásának a nem csak a megtörténtét, vagy meg nem történtét, hanem azt is, hogy hogyan haladni időarányosan, vagy a tartalom mennyire csengedje az eredeti célokkal, az eredeti tartalommal. Szükség szerint tehát a munkacsoport számon is kérheti a végrehajtásért felelős tárcákat. Vitáskéréseket el is dönthet, tehát számtalanszor alakulnak ki viták az érdekelt érintett tárcák között a végrehajtás módjával, bizonyos esetben sajnos a végrehajtás szükségességével kapcsolatban is. És végül, de nem utolsó sorban értékeli az egyes végrehajtott intézkedéseket is. Tehát a magyari munkacsoport jogosult arra, hogy azt mondja, hogy ez az intézkedés akkor most már kipipálható. Tehát végre van hajtva, elértük azt, amit akartunk. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert a végrehajtásért felelős tárcák valamikor a könnyebbik végét szeretik megfogni a feladatnak. Ugye végrehajtjuk a jogszabálymódosítást, és ezzel végre van hajtva a feladat, miközben arra nem gondolunk, hogy attól, hogy a jogszabályt módosítottuk, önmagában még nem biztos, hogy érzékelhető változás következik be a vállalkozók számára. A magyari munkacsoport még nyárnak az első felén úgy döntött, hogy a végrehajtás eddigi tapasztalatok alapján szükséges a program bizonyos mértékű finomhangolása is. A finomhangolás alatt azt értjük, hogy miközben az deklarált a munkacsoport is és a kormány is, hogy a program úgy, ahogy van jó, és végre kell hajtani, tehát a céljai, a karaktere, a volumene az nem változhat, addig azért azt is érzékelte, hogy a 114 intézkedés közül azért vannak olyan intézkedések, amik nem biztos, hogy olyan jó ötletnek bizonyultak, miután alaposabban is megvizsgáltuk ennek a tartalmát. Másrészt pedig sok esetben a végrehajtásnak az időigényét alulbecsültük akkor, amikor a programból döntés adott a kormány. És ez most nem csak és nem is mindig elsősorban arról van szó, hogy itt a tárca, az apparátus ellinkeskedte a végrehajtás, hanem gyakran valóban olyan komplex problémák közepébe csöppentünk, amikor látjuk, hogy az nem egy néhány hónapos előkészítő munka, hanem egy összetettebb, komplexebb feladatot jelent. Ebből következően a magyari munkacsoportnak a felkérésére készült egy kormány előterjesztés az egyszerű államprogram finomhangolásáról.
kihangolásba beleértendő bizonyos intézkedések határidejének a módosítása, reálisabb áttétele. Beletartozik bizonyos intézkedések esetében a felelősségi körnek a módosítása, mégsem ez a tárca kell, hogy végre hangsan egy másik, be kell vonni ezt, azt, amazt. A harmadrészt bizonyos intézkedéseknek a tartalmi finomhangolása, ahol nem fogalmazott elég egyértelműen az eredeti program, vagy kiderült, hogy más irányba kell, vagy nem pontosan abba az irányba kell elindulni. És néhány esetben, ha jól emlékszem, akkor 7 esetben intézkedésnek a törlésére is sor került. Ezek az intézkedések, ezek mind olyanok, amelyekről kiderült, hogy vagy nem végrehajtható, vagy pedig végrehajtható lenne, de igazából ha végrehajtjuk, akkor nem azt a célt érnénk el vele, amit szeretünk volna, hanem akármit növelnénk is az adminisztrációt. Tehát 114-ből 7 intézkedésről beszélünk, ami nem olyan sok, nem jó precedens, senki nem örült neki, a kormány sem, ezért is hozta a kormány azt a deklaratív döntést, hogy ez a finom hangolás ez nem jelentheti a meghátrálást. Tehát reális határidőket lehet tűzni, nem indokolt vagy problémás intézkedéseket meg lehet szüntetni, de nem hátrálunk meg a program végrehajtásából. A kormány egyébként ezt a finom hangolt programot a múlt heti ülésen fogadta el. Ha minden jól megy, akkor heteken, napokon belül meg fog jelenni a határozatok tálában ez a kormányhatározat, ami igazából ugyanúgy fog kinézni, mint az eredeti kormányhatározat, tehát minden intézkedést tartalmazni fog, csak bizonyos esetben más megfogalmazással és sok esetben más határidőben. A határidők módosítása van, ahol jelentős, van, ahol nem jelentős, tehát nagyon sok esetben csak néhány hónapos módosításról van szó. Vannak olyan elemek is viszont, ahol hosszabb, tehát fél éves, sőt éves a határidő módosítás sor került. Csak hogy példákat említsek, lehet, hogy ebben a körben nem közismert, de például a hulladéktörvény elfogadásának, a parlamenti elfogadásának a hosszú, régóta tartó csúszása, például legalább 3-4 intézkedés esetében ugyanilyen mértékű, tehát közel egy éves csúszást eredményez, amit sajnos át kell vezetni a programon, mert addig nem lehet a végrehajtási jelentése, a végrehajtási jogszabályokat és egyéb intézkedéseket végrehajtani, még a legmagasabb szintű jogszabály a hulladéktörvény elfogadásra nem kerül. És hogy végül a jó hírekről is mondjak valamit, a 114 intézkedésből eddig 29 intézkedés került végrehajtásra. A magyar munkacsoport megvitatta ezeket a végrehajtott intézkedéseket. Volt olyan intézkedés, amire a tárca azt mondta, hogy végre van hajtva, és a magyar munkacsoport azt mondta, hogy ez nincs végrehajtva. Tehát ilyen is van. Ez azt gondolom, hogy egyrészt jó a végrehajtás minősége szempontjából, másrészt meg magát, tehát nem jó, hogy van ilyen, de nem csoda, hiszen egy-egy tárca a saját szűkebb szakpolitikai szempontjait figyelembe véve dolgozza ki a végrehajtás, vagy tesz javaslat a megoldásra. Míg a magyar munkacsoport, és abban személyesen Navracsics Tibor miniszter, ő összkormányzati szinten tudja értékelni, hogy ezek az intézkedések hozzák-e azt az elvárt eredményt, amit a kormány gondolt. És akkor most térnék át az előadásnak arra a részére, ami már erre a 29 intézkedésre, vagy erre ezekre a végrehajtott intézkedésekre, az eddigi eredményekre fókuszál. Azt lehet elmondani, hogy az eddig végrehajtott intézkedések, az egyszerűen a programban szerepel eddig végrehajtott intézkedések hozzávetőleg összesen 100 milliárd forintos hatásúak, tehát a vállalkozói adminisztrív terheket körülbelül 100 milliárd forinttal csökkentik. Ezeknek a hatásoknak a kalkulása mindig kicsit ingományos. Ezt a hatást mi az EU módszertan alapján, az úgynevezett standard cost modell alapján kalkuláltuk. Ez az, amit az Európai Bizottság rajtunk számon kér, de így kell számolni. Ebben persze mindig nagyon sok módszertani bizonytalanság van, tehát forint fillére sose lehet ezt kiszámolni, de az alapján, amit mi láttunk és kalkuláltunk, nagyságrendileg amit eddig végrehajtottunk, az körülbelül közel 100 milliárd forintos adminisztrív tehercsökkentés. Hogyha ehhez hozzáadjuk azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormányzat még a program elfogadása előtt
hajtott végre, és hozzáadjuk azokat az intézkedéseket is, amelyeket még 2012 hátralévő felében végre fogunk hajtani, akkor az, ebből az adódik, hogy hozzávetőleg 200-250 milliárd forintos tehercsökkentésre van esély év végéig. Ennek azért van jelentősége, mert az Európai Unió számára még 2008-ban vagy 2009-ben Magyarország vállalta, hogy a vállalkozói adminisztratív terheket a 25%-kal csökkenti 2012 végéig. Ez a 200-250 milliárd forint nagyjából megfelel annak a 800-900 milliárd forintnak, amennyire az EU módszertan alapján a vállalkozók adminisztratív terhei, tehát nem a költségei, hanem csak a terhei besülhetők. Tehát, hogyha mindent összeadunk, amit eddig végrehajtottunk, és amit, hogyha fegyelmezettek vagyunk, akkor az év hátterű részébe végre tudunk hajtani, akkor az Európai Unió felé vállalt célkitűzésünket teljesíteni tudjuk. Ami nagyon fontos azonban, hogy ugye itt nagy számok forognak, 100 milliárd, 200 milliárd, 250 milliárd, ugye itt a kérdés az, hogy a vállalkozók ezt hol érzik, mikor érzik, és valóban érzik-e. Ez a legfontosabb kérdés a mi számunkra, és ezért is próbáltuk a vállalkozói szervezeteket egyébként a végrehajtási jelentéseknek az értékelésébe is bevonni, erre majd később visszatérek. És most említenék néhány olyan konkrét intézkedést, aminek például a hatását számba vettük ennél a számszerűsítésnél. Egyrészt ugye vannak azok az intézkedések, amelyeket még a program elfogadását megelőzően fogadott el a kormányzat. Ez nem egy teljes körű felsorolás, de néhány olyan intézkedést említenék, ami az, hogy mindannyiunk számára ismert, és bízom benne, hogy pozitívan is értékelik őket. Kormányablakok létrehozása, ami persze nem az első pillanatról a másikra old meg minden hatósági intézéssel kapcsolatos problémát, de mégis az elmozdulás iránya azt gondolom, hogy egyértelmű, és az egyablakos ügyintézésnek az egyik legfontosabb lépése ezzel megtörtént. Adminisztratív tehercsökkentés szempontjából is van jelentőség a társasági adó csökkentésének a kisebb vállalkozások számára. Több kis adót kivezettünk, részben még 2010-ben, részben azóta is. Itt a épület után idegenforgalmi adó, kommunális vállalkozó kommunális adója, nagy teljesítményű gépjárművek adója, más adókat is lehetne említeni, amiket a később, tehát második ütemben vezetett ki a kormány. Megszüntettük a nyennyi adatszolgáltatást, amit államtitkár úr szintén említett. Az építési eljárások esetén is több olyan elsőre kisebb jelentőségű, de akiket érint azok számára fontos egyszerűsítések történtek, amelyeket számba kell és lehet venni itt az eredmények, vagy az eddig végrehajtott intézkedések összesítése során. A következő már magában a programban szereplő intézkedéseknek a végrehajtása. Itt az egyik legfontosabb és a vállalkozók által a legnagyobb várakozásokkal övezett terület az adó és számvitel területe, ahol mi is érzékeljük, hogy itt komoly adósságaink vannak adminisztráció csökkentés szempontjából. Itt is sok minden történt. A házi pénztár szabályozásnak az életszerűbb vétele, a készpénzállomány, megengedett készpénzállomány határát megnöveltük, sőt a benyújtott adócsomagban tudomásunk szerint teljesen meg is fogjuk tüntetni. A NAV eljárásoknak az elektronizálása, most már a NAV-nál az eljárásainknak a 90%-át elektronikusan is lehet intézni. Lényegesen bővítettük azt a vállalati kört, amely számára lehetővé vál, lehetséges az egyszerűsített éves beszámolónak a választása. Egyszerűsítettük a transferár szabályozást, végrehajtottunk egy sor apróságnak tűnő, de akiket éppen érint azok számára fontosnak tekinthető, hát mi úgy nevezzük, hogy irritáció csökkentő intézkedést, és további kisadók is megszüntetésre kerültek, részben más, nagyobb horderejű, más jellegű intézkedésekre beleágyazva, hogy más ne említsek, például a szociális hozzájárulási adó, az több korábbi közterhet vált ki, ezeket most már csak egy közterhetnek számít, egy bevallás, egy fizetés, tehát
csökkent az utalások száma és a bevallások száma, ami a vállalkozások számára könnyebbséget jelent. Ugyanezt hozza el, hogy a magánnyugdíjpénztári rendszernek az átalakítása miatt ugye most már nem kell a valahány magánnyugdíjpénztár számára külön utalni a tagdíjakat, ami persze egy más magasabb szintű vagy más szintű kormányzati döntésnek köszönhető, de összességében adminisztrátor csökkentés szempontjából nyilvánvalóan pozitív a vállalkozások számára. Megszüntettük a gyógyszerszolidaritási díjat, és itt felírták a kollégák a katasztrófa védelmi hozzájárulást is. Ez egy jó példája annak, hogy néha önkritikusnak kell lenni, és hát a gyökerénél megszüntetni a problémát. Nyilvánvalóvá vált, hogy egy ilyen közterv, ez a katasztrófa védelmi hozzájárulás olyan adminisztrációval jár, ami nem éri meg ezt fenntartani, ezt a kormány gyorsan megszüntette. És amennyire tehát a vállalkozó szervezetek a visszajelzéseiből, amilyen negatívan fogadták a bevezetését, annyira örültek a megszüntetésének. Tovább ilyen intézkedés a könyvvizsgálati értékhatárnak az emelése, a kötelező könyvvizsgálati értékhatárnak az emelése, ami az érintett vállalkozások számára szintén egy könnyebbséget jelentett. Két olyan elemről beszélnék még röviden, de valóban csak röviden, mert ugye délután, ha jól tudom, az adói számvétel intézkedésekről egy részlet tájékoztatás is elhangzik, amelynek adminisztratív teher csökkentés szempontjából kiemelkedő jelentősége. Az egyik a kisadózó vállalkozások tételes adója, a KATA, a másik pedig a KIGA, a kisvállalati adó. Ugye ezek a munkahelyvédelmi akcióterv keretében meghirdetett új közterhek. Mind a kettőnek az a logikája, hogy az érintett vállalkozások, akik elsősorban a kisebbek, részben az önfoglalkoztatók, részben pedig a kisebb méretű vállalkozások, több korábban fizetendő közterhet kiváltsuk egy lényegesen egyszerűbb, részben alacsonyabb, adminisztratív szempontból mindenképpen áttekintetőbb tételes vagy százalékos közterrel, és ezzel egyszerűsítsük a vállalkozóknak az adminisztrációját. Még ugye nem lehet látni előre, hogy hányan fognak élni ez a lehetőséggel. Fontos, hogy ugye mind a két közterhe egy választható, opcionális közterhel. De abba bízunk, hogy sok vállalkozó fogja ezt választani, és mi úgy kalkulálunk, hogy ez a vállalkozói szektor egészének az adminisztratív terheit azzal, hogy nem kell mondjuk költségelszámolást vezetni, sokkal kevesebbet kell utalni, nem kell annyit adót bevallani, számlákat gyűjteni, és így tovább, és így tovább. Ez kb. 25 milliárddal csökkenteti a vállalkozóknak az adminisztratív terheit. Ettől teljesen független az, hogy összességében a közteher fizetési kötelezettség az most hogyan nő vagy csökken. Nyilván azok fogják elsősorban választani, akiknek egyébként csökkenne a közteher fizetési kötelezettsége. De erről majd az adós kollégák után nyilván részletesebben is fognak beszélni. Nagyon fontos és végrehajtott intézkedés, és ez is olyan, amit már említett államtitkár úr, a bírságbevételeknek a központosítása. Valóban mi is számtalan helyről kaptuk azt a visszajelzést, hogy kialakult egy olyan tűzült vagy támogatott hatósági gyakorlat, ami a hatóságoknak a forráshiányos, illetve valós forráshiányos helyzetét azzal próbálta kompenzálni, hogy hát a hiányzó bevételeket bírságokból részesen a vállalkozások megsapszolásával teremtsék elő. A kormány hozott egy egyértelmű politikai döntést, ami úgy szólt, hogy ez nem lehet. Ezt úgy hajtotta végre a kormány, úgy hajtotta végre ez a program, hogy a hatóságok nem tartatják meg a saját bevételként a bírságbevételeket, hanem minden bírságbevétel a központi költségvetésbe folyik el. Ennek ugye azon túlmenő, hogy az alapelvvel azt gondolom, hogy mindenki egyetért, ugye vannak kockázatai, hogy akkor valahogy befolyik az a mennyiségű bevétel, ami eddig befolyik, vagy nem. Hallottunk ilyen tapasztalatokat is, meg olyanokat is. Hallottunk olyat, hogy valóban van olyan terület, ahol jelentősen csökkentek a bírságolások. Hallottunk olyat is, hogy igazából semmi nem változott. Mi úgy gondoljuk, hogy maga az elvi döntés megszületett, a magas szintén a végrehajtás megtörtént, és itt a további előrelépésnek a feltétele az, hogy a hatóságok ügyintézői munkatársai szintjén, a fejekben, a gondolkozás szintjén, a működés gyakorlatban is ez átalakuljon.
az egyértelmű és direkt ösztönző az kikerült a rendszerből. Abba bízunk, hogy ez a motivációnak az elvesztése, ez meg fogja oldani a hatósági működésnek az esetleges még fennmaradó anomáliáit is. Hozzátartozik itt az is, hogy a hatóságoknak vannak más saját bevételei is, nem csak bírságból, hanem például igazgatás szolgáltatási díjak, egyéb díjak. A program végrehajtása során érzékeltünk egy olyan törekvést a hatóságok részéről, hogy a bírság miatt elvesztett bevételeket más saját bevételekkel próbálják kompenzálni. Ennek a kormány a legjobb tudása szerint igyekszik ellenállni, tehát valóban komolyan veszük azt, hogy azt a megtakarított összeget, amit a hatóságoknak alapvetően hatékonyan működéssel kellene megtakarítaniuk, azt ne a vállalkozásokon szedjék be, se nem bírságbevétel formájában, se nem igazgatási szolgáltatási díj formájában. A másik ilyen szintén hosszabb távú és azt gondolom nagyon jelentős intézkedés, ami végrehajtásra került a törvényi jogalkotási szinten, ez az általános hatóság ügyintézési határidőnek a csökkentése. Ugye jelenleg főszabályként 30 nap ez az ügyintézési határidő, ez 2014. január 1-től 21 napra csökken, erről már megszületett a jogszabály, tehát ez megtörtént. Már a kodifikálása. Ami nagyon fontos, egyrészt, hogy a hatóságok ennek a végrehajtására felkészüljenek, ugye idő van rá, tehát pontosan ezért nem idén január 1-től, vagy jövő év január 1-től hatjuk ezt végre, mert mi is érzékeltük azt, hogy azért a hatóságok részéről egy nagyon komoly hatékonysági javulás szükséges ahhoz, hogy ezt zökkenünk, tehát hogy ezt valóban ne csak papíron, hanem ténylegesen gyakorlatban is meg lehessen valósítani. A másik fontos eleme pedig ennek az intézkedésnek az, hogy azon túlmenően, hogy a közigazgatási eljárásokra vonatkozó általános szabályozásban ezt a határidő csökkentést beépítettük, azon kívül az egyes ágazatokra vonatkozó alacsonyabb szintű jogszabályok se engedjenek ettől eltérést. Ugye nem érünk semmit a KEC-nek a napos határidővel, hogyha erre az ágazat, meg arra az ágazatra vonatkozó ágazati jogszabályok megengedik mondjuk a kettő való eltérést, ilyen meg olyan esetben megnövelhető a határidő. Hát itt arra is fel kell használni a következő időszakot, itt a 2014. január 1-ig hátrévő időszakot, hogy az ilyen jellegű várható törekvéseknek ellen tudjunk állni. Két bizonyos ágazatokban jelentős intézkedést említenék még. Az egyik a mezőgazdaságiban érdekeltek gázolaj után a jövedék való visszaigénylés rendszerének az átalakítása. Ezt a mezőgazdasági termelők igényelték. A megoldás technikai kidolgozásába őket bevontuk, és azt lehet mondani, hogy az ő megelégedésükre sikerült ezt az intézkedést végrehajtani. Egyablakos ügyintézés, hatóságokon belüli, közötti adatátlásnak a javítása, elektronizálás, tehát itt egy olyan intézkedés történt, ami valóban az érdekeltnek a megelégedésére vált. Ami még nem vagyunk benne biztos, hogy teljes megoldás jelent, hogy az élelmiszeriparban, illetve a vendéglátásban tevékeny vállalkozások számára is próbálunk érdemi könnyítéseket elérni, bürokráciát csökkenteni. Ezek, nem mondom, hogy ezek a legnehezebbek, de ezek olyan intézkedések, olyan lépések, amik tipikusak. Tehát nagyon sok ilyen nehéz intézkedés van, például a HACCP ügy, ami vállalkozói körökben teljesen más értelmezést nyert, mint mondjuk az érintett kormányzati szervek részéről. Tehát amíg a vállalkozói szervezetet folyamatosan azt halljuk, hogy ez egy nonsense, ami ezen a fronton van, addig az érdekelt kormányzati szervek azt gondolják, hogy semmi probléma nincsen, hiszen már most is annyira egyszerű és áttekintető minden, hogy itt már nincs itt mit tenni. Úgyhogy csak hogy érzékeljék a vállalkozói szervezetek is azt a nehézséget, ami ebben ránk hárul, mert mi itt alapvetően a vállalkozóknak a szempontjait, a versenyképesség szempontjait próbáljuk érvényesíteni.
gyakran a kormányzat más ágazataival szemben, akiknek sajátos szempontjaik, és adott esetben a tőgondolkodás mondjuk nem biztos, hogy könnyen illeszkedik ez a bürokrácia csökkentés szempont. Az egyiken a HACCP, de ilyen a gyártmánylap kérdése. Elég sok intézkedés irányul, és sok végrehajtott intézkedés irányul a fejlesztési célú pályázatok, részben az új Széchenyi terv, részben a vidékfejlesztési pályázatok pályázatainak az egyszerűsítésére, részben elektronizálására, részben egyszerűsítésére. Itt elképzelhető, hogy az elektronizálásról szóló lépések is, mert erről is szó esik, ezért nem részletezem. Itt azért fontos hangsúlyozni, ahogy általában a programról, hogy sajnos tehát ezek az intézkedések nem olyanok, amik egy csapásra mindent megoldanak. Ezeket az intézkedéseket a saját súlyukon kell kezelni. Van, amit meg lehetett már most csinálni, és van, ami még hátra van. Itt az a fontos, hogy azért érzékeljük az elmozdulást, az elmozdulás valóban érzékelhető legyen, tehát ne csak én beszéljek itt róla, hanem a vállalkozók is érzékeljék. Ugyanakkor kijelölje a továbblépésnek az irányát is, tehát hogy nagyon tisztában vagyunk vele, hogy annak ellenére, hogy az NFM, a VM nagyon sok egyszerűsítő lépést hajtott végre, a fejlesztési pályázatoknak az adminisztrációja terén. Ez még mindig nem elég ahhoz, hogy a vállalkozók most már 100%-ban boldogok legyenek a bürokráciával kapcsolatban. Itt egy további években is folyamatos és lehetőség szerint egy irányú fejlődésre van szükség ezen a területen. A szakképzési hozzájárulás bevallási rendszerének az egyszerűsítése szintén egy olyan lépés, amiről azt gondoljuk, hogy egyszerűsíti a vállalkozásoknak az életét. Szintén ugye, hogy nem tételes költségelszámolással kell igazán a költségeket, hanem egyszerűen alkalmazható általányokkal, és akkor most ezt tekintjük el attól, hogy egyébként hogyan lehet felhasználni. Tehát, hogy van egy fiskális része a történetnek, de van egy bürokrácia csökkentés része a dolognak, most az utóbbira gondolunk elsősorban. És végül még, amit utoljára néhány szóval említenék, és ez is olyan, amit már felvezetett Szatmári államtitkár úr, hogy valóban egyetértek azzal, hogy a legfontosabb adminisztráció csökkentés az, hogyha nem növeljük tovább az adminisztrációt. Erre irányulnak azok az intézkedések, amik a programban a jövőbeli növekedést megakadályozó rendszer szintű intézkedések című fejezetben vannak felsorolva. Itt több dolgot emelnék ki. Egyrészt azt, hogy valóban most már nem lehet olyan kormány előterjesztést benyújtani a kormány számára jogszabály szerint, amely nem tartalmaz azt a hatásvizsgálati lapot, amely hatásvizsgálati lapnak az egyik füle, az pont az előterjesztésnek a vállalkozói adminisztratív terhekre gyakorolt hatását mutatja be, teljes körülön és lehetőség szerint számszerűen. Tehát erről jogszabály szól. Ugye a jogszabály annyit ér, amennyit végrehajtanak belőle, hozzátéve azt is, hogy ugye hatásvizsgálat korábban is volt, és korábban is kötelező volt, de korábban nem volt kötelező része a vállalkozói adminisztratív terhekre gyakorolt a hatásoknak a vizsgálata, most már az lett. És amit mi csinálunk a gazdasági minisztériumon, az többek között az, hogy a kormányzati előterjesztéseket ilyen szempontból is vizsgáljuk, értékeljük, tehát ki van-e töltve a hatásvizsgálati lap, ha nincs, akkor miért nincs, akkor ki kell tölteni, és ha ki van töltve, akkor milyen módon, milyen minőségben. Tehát ugye csak egy formálisan beírtunk valamit, hogy nem változik, vagy korrekt módon ténylegesen be van mutatva, hogy annak milyenek a hatásai. Őszintén szólva itt még van lehetőség a további fejlődése, annak ellenére, hogy tavaly ősszel télen egy nagyon komoly oktatási program zajlott le a minisztériumokon belül, ahol azok a kollégák, akik ilyen hatásvizsgálatokat kellett készíteniük, azok oktatásban részesültek, hogy hogyan kell egy ilyen hatásvizsgálati lapot kitölteni, mi is az a vállalkozói adminisztratív teher, ugye ez nem mindenki számára triviális, hogyan lehet számszerűsíteni, mit kell vizsgálni ahhoz, hogy ezt a hatásvizsgálatot korrekt módon elvégezzék. Nos, ennek ellenére itt érzékeljük azt, hogy azért a teljes körű személyes váltás azért még nem ment végbe az államigazgatásnak minden szintjén,
itt még nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy ezeket a hatásvizsgálatokat lehetne javítani, mert aki kitöltötte, az gyakorlatilag egy kötelező gyakorlatnak tekintette, és nem a döntést, ugye az előterjesztés kialakítását ténylegesen befolyásoló aktusnak. A másik fontos dolog, és erre is igyekszünk vigyázni, hogy ezen hatásvizsgálat lapoknak az értékelési vizsgálat elemzése alapján fölhívjuk a kormány figyelmét valóban azokra a lépésekre, amik kockázatosak a vállalkozói adminisztratív terhek szempontjából. Ne az legyen, amire korábban lehetett példa, hogy a kormány hoz egy döntést, aminek nyilván jogos céljai vannak, tehát bizonyos szempontok alapján helyes döntés volt a kormány. Ugyanakkor a döntés meghozásakor nem vette figyelembe, azért, mert nem ismerte, tehát a döntés előkészítők nem jutották be ennek az adminisztratív terhekre gyakorolt hatásait. Arra törekszünk, hogy ilyen ne is legyen a továbbiakban sem. Tehát ha a kormány döntést hoz valamiről, ami esetleg növeli az adminisztratív terheket, akkor annak legyen tudatában. Tehát minden kormány előterjesztésnél ez legyen egyértelműen bemutatva, sőt, arra egyértelműen föl is hívva a figyelmet. Ez az, aminek az intézményi keretei kialakultak, de a működése, illetve a működésnek a gyakorlati haszna az gyakorlata, a valós élet fogja eldönteni. Szintén fontos, de még nem végrehajtott intézkedés, hogy és ezzel most már körülbelül próbálom összefoglalni, és az összes elmondottat, hogy azzal együtt, hogy már vannak intézkedések, amelyeket végrehajtottnak tekintetünk. Mi azt gondoljuk, hogy mi legalábbis az íróasztalnak erről az oldaláról úgy érezzük, hogy vannak olyan intézkedéseket, amik tényleg gyakorlati előnyünket is hoznak a vállalkozások számára. Azért ez még nagyon kevés ahhoz a feladathoz képest, amit kitűztünk a magunk számára. Tehát egyrészt folytatni kell a programnak a következetes végrehajtását, és valóban, ahogy a kormány erre felszólított bennünket, nem meghátrálni, hanem végrehajtani. Másrészt pedig még azt kell mondanom, sajnos még a program végrehajtása sem elég, tehát itt további intézkedéseknek, lépéseknek, programoknak a kidolgozása is szükséges. Az egyik ilyen intézkedéssel egyébként a programhoz pont az, hogy 2013 tavaszán egy újabb intézkedéscsomagot kell összeállítani. Azt már megtapasztaltuk, hogy az íróasztal mögött ülve mennyire nehéz kitalálni azt, hogy hol lehet itt csökkenteni a papírszántót és a bürokráciát. Levontuk belőle a következtetéseket, elsősorban azt, hogy a továbbiakban is az intézkedéseknek a kidolgozása során támaszkodni fogunk a vállalkozói szervezetekre, többek között és elsősorban a kamarákra is. És tovább megyek, nem csak a intézkedésének a kidolgozása során, hanem a végrehajtásnak az ellenőrzése, nyomon követésében is szerepet szánunk a vállalkozásoknak. Ennek az egyik fontos eleme volt az, hogy augusztus végén, amikor ennek a bizonyos 29 már végrehajtott intézkedésnek elkészült a végrehajtási jelentése, amiben a végrehajtási felelős tárcák leírták, hogy az adott intézkedés keretében ők pontosan mit végeztek el, mi volt eddig és mi változott, annak milyen hatását feltételezik, stb. Ezeket a végrehajtási jelentéseket mi összetűztük egy nagy csokorba, és összehívtuk az adminisztráció csökkentési munkacsoportot, és ott megvitattuk közösen a vállalkozói szervezetekkel ezeket a végrehajtási jelentéseket, sőt utána még hagytunk egy hetet is arra, hogy írásban is visszajelezhessenek a vállalkozói szervezetek. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt nagyon hasznos volt, és a vállalkozói szervezetek nagyon értékelték ezt a lehetőséget. Másrészt viszont azt is tapasztaltuk, hogy nagyon sok intézkedésre nem kaptunk igazi... Tehát nagyon örülünk a dicséretnek, hogy hurrá és így tovább. Ezek tényleg rendkívül módon örömmel töltenek el bennünket. De igazából a hasznos visszajelzés az, hogy köszönjük, hogy van ez, de nincsen ez meg ez meg ez. Illetve, hogy egy adott intézkedésnek a végrehajtása az jó, hogy ezt meg ezt tartalmazza, de hogyha még ezt is nem lépjük meg, akkor igazából a teljes intézkedésnek nincsen sok értelme. Tehát ilyen jellegű visszajelzésre nekünk is nagyon örülnénk a vállalkozói szervezetek részéről.
Itt a jelenlegek közül azt hiszem, hogy senki nem volt ott augusztus végén ezen a munkacsoport ülésen, és nem tudom, hogy eljutott egyébként a végrehajtási beszámoló. Mi a kamerának biztosan megküldtük, legalábbis abban bízom, hogy megküldtük, de nem tudom, hogy ott mi lett a sorsa. Hogyha erre van igény, akkor ezt a végrehajtási beszámolót mi utólag is szívesen megküldjük a kamerának, és akkor ő kezeli ennek a terítését. És utólag is örülünk mindenfajta visszajelzésnek. Nem csak arra vonatkozóan, hogy a végrehajtott intézkedések egyébként jók vagy nem jók, elegek vagy nem elegek, hanem az, hogy milyen további intézkedése lehet szükség ezeknek a céloknak az elérése érdekében. Köszönöm szépen!